Mi készített arra, hogy itt a Duna partján Bogyiszlón építs házat? Hát az időt, hogy itt tanítottam az 50-es évek elején Bogyiszlón. Bogyiszló annyira megfogott környezetével, mindenével, hogy idején tulajdonképpen kicsit mindig visszavágytam, és amikor hazatelepültem Szekszárdra, tervezgettük, hogy valami kis házat, de föltétlen, hát a Hold-Duna partján, mert a legkedvesebb helye ez a falunak. Talán veszünk, és hétvégeken kijárunk, meg a nyarat kint töltjük, esetleg vénségünkre ide húzódunk. Aztán valami egészen más lett belőle. A büdös életben azt hiszem soha nem fogom megbánni, mert hát annyi örömöm van itt, akár a látványba, akár a falu széle csöndjébe. Ahogy szokták fogalmazni, hogy az a az emberre nézve termékeny csönd, azt itt harapni lehet, mert hangja van a csöndnek a fák tele madarakkal, úgyhogy nagyon jól érzem itt magam, nem szoktam ott mondani, hogy Isten bizony nem véletlen, hogy ide építkeztem. Hol kezdted a pályát, Vista bácsi? Itt a megyében. Szorosan Bogyiszlón, ami a pályát illeti, a pedagógus pályát elsősorban. Képzőt végeztél valahol, hol? Baján. Még a régi típusú képzőt. Már akkor közeledtél a festészethez? Erős, hiszen a tulajdonképpeni érdeklődés még a képzős évek előtt indult, de talán nem volt olyan komoly, mint amikor már hát művész emberekkel volt találkozásom. Éber Sándor bácsival, először az öregebb Éberrel. Őt láttam az időt tolnai polgárista koromban, a tolnai templom apszisát festette éppen. Rudnai Gyulával mikor kerültél kapcsolatba? Rudnai Gyula a 40-es évek vége felé vonult nyugalomba képzőművészeti főiskola rektoraként, és mint említettem, az utolsó tanársegédje Mikli Feri bajai gyerek volt, és neki a fülébe maradt az öreg úr egy mondása, miszerint ha nyugalomba vonul, hát az ifjúsággal való kontaktusa fog hiányozni egyedül, és el tudná képzelni az életét valami vidéki kisvárosba, ahol egy kis szabadiskolát csinálna. Hogyan működött ez a szabadiskola? Egy szóval mondhatnám, remekül. Én a bajai preparandia utolsó esztendejét hagytam ott miatt, és sose bántam meg. Középiskolák és a tanítóképző tanári karából adódott, verbuválódott a teljesen ingyen oktató tanárok sora a Rudnai iskolába. Olyan komoly képzést mondhatom nyugodtan, ezt a komoly szót, ezt úgy is értem, hogy olyan lelkiismereteset és adni akarót a képzőművészeti főiskolán se kaptam később. Valami szellemi rokonság van-e Rudnai Gyula is közötted? Úgy érzem, hogy nagyon szerencsés volt az a találkozásunk, mert ha a tabula rázáról beszélünk, amelyre ugye az első élmények íródnak legmélyebbre, egy festő növendéknek sem mindegy, hogy elsőként kivel találkozik. Nos, hát Rudnai Gyula volt az, aki az elkötelezettségével ébren tudta bennünk tartani, ezt azért fogalmazok így, mert csak ébren kellett tartsa bennünk azt a fajta magyarság tudatot, amit már egy ezt megelőző idők irredent a neveltetése nyomán hát erőst élt bennünk. Persze revideálva és szépen a dolgokat a helyére rakva. Rudnai Gyula az alföldi festészet egyik legjelesebb képviselője volt Kosta Tornyai Nagy István mellett. Ez a bizonyos alföldiség átöröklődötte beléd? Hát hogy a csodában, hiszen annyi mindent hallottunk a
az alakrajzi órákon tőle, mert a korrektúrák mindig nagy mesébe oldódtak föl, és hát sokat mesélt Vásárhelyről, Tornyai Jánosról, Endre Béláról. És hát annyira fölcsigázta az érdeklődésemet az Alföld iránt. A fóti éveimben nyaranta oda járogattunk a Vásárhelyi művésztelepre. Mártéra vagy? Pontosabban a Mártéi, hát Vásárhelyhez tartozik, a Mártéi telep is egy fennhatósággal, a lehetőség szerint Mártéra. Na most igen gyakran a téli vakációkat is művésztelepen töltöttük, akkor a belső Vásárhelyi telepen, mert hát Mártéi csak nyáron üzemelt. Mikor kezdődött Erdély felfedezése? Az élt már bennem Erdély utáni érdeklődés gyerekkoromtól. Aztán később a népi kollégiumok ilyen építő, nemzetközi építő táboraiba, ahol valami csodálatos dolog volt úgy találkozni azokkal a fiatalokkal, akik jöttek az NDK-ból, jöttek Bulgáriából, jöttek Lengyelországból, jöttek a Szovjetunióból, jöttek Csehszlovákiából, Romániából, aztán egy tábor tűzes műsor alkalmat énekeltük, meg tanultuk egymás darabot. Gyerekek, ha van testvériség a világon, akkor az ott az volt. Hát valami ilyesmi. És hát román dalokat is énekeltünk, és akkor újra elhatároztam, hogy ha már ilyen szépen állunk mi, és ezek a dolgok csak nyílnak, és egyre nyitottabbá válnak, akkor én nekivágok annak az Erdélynek, és megnézem magamnak. Nos, hát nem sikerült, mert ezek messze nem lettek olyan nyitottak, mint amilyennek vártuk, sőt, egyre zárkózottabbak lettek. Nos, végül aztán a feleségemmel nekivágtunk, talán 70-ben először, ugyanannak éppen 20 esztendeje. Amikor egy fóti barátom előző esztendőbe kint járt, és hát mondta, hogy veszélytelenül járkált, és hát nagy örömet szerez minden magyar, aki ott erdélyi magyart meglátogat. Hát rögtön csináltunk egy úti tervet, amiben azt hittük, hogy mindent föl fogunk ülni. Rájöttünk, hogy egy vékony út legyen belőle, majd fölparcellázzuk a többit a következő esztendőkre. Na most hát az időt egy meghatározott szándék is vezetett. A székelyfestékes szőnyeg nyomdokait kutatgattam, ugarázgattam természetesen. Hát ezek a kinti útak mondjuk kinti útak föstőként se hagytak engem érintetlenül. A vigyázó tornyok már akkor elindultak? Nem. Érdekes dolog, azért én csak rajzolgattam azokat a templomokat. Büdös Jézus, sose gondoltam, hogy azokból kép lesz valaha. Rajzolgattam, amire talán így fogalmazhatnék, hogy ilyen kis az érdeklődési körömben, ahol mi néprajzi beütés féle is, az a fajta csodálatos hangja a népi építkezésnek, amikkel ezeket a templomokat összehozták. Gondolok elsősorban a jelenlegetes székely paraszt gótikára, a karcsú tornyokra, a fialéikra, de hát nem minden fatorony jelent meg a négy fiatoronnyal, de özömük, hát ugye a fatorony, sőt, kőtemplom mellett külön fatorony, harangláb. Aztán egy másik formája is nagyon izgatott, ami gyakori volt ott a templomon, hiszen a történelem őket igen gyakran látogattas, hogy legyen hova meneküljenek. Várfallal vették ki a templomaikat, ezek a vártemplomok nagyon izgattak, és közülük hát
Nekem máig is a legszebb a magyar alkúj, aminek egy csodálatos, szép elrendezése a vagyon. Elindultál Erdélybe a festékesek nyomába, és megtaláltad a tornyokat. De a tornyok nyertek valamit a festékesektől színvilágban is. Mik ezek? Nagyon örülök, hogy ezt a nyereséget említed a festékes színeiből. Több féle oka van, hiszen ez, ennek a sorozatnak egy-két darabjával előzőleg már itt-ott jelentkeztem. Talán amikor még nem is gondoltam, hogy sorozat is lesz belőle, a Székely festékes szőnyegek színvilágában találtam egy, furán hangzik talán, de ha a népzenéhez nyúlnék kölcsönképpen hasonlatért, akkor ezt a színvilágot a Székely festékes pentaton skálájának nevezném. Jelen van minden náció díszítő művészetében három alapszín. Egy vörös, tehát nem piros. Egy vörös, egy sárga, meg egy kék. Minthogyha valahol magas szinten tanulták volna azt, hogy mi az a három főszín, amit nem lehet helyettesíteni semmivel, de amiből mindent meg lehet teremteni. Azt hiszem, hogy elég magas szinten tanulták mégis, mert magasabb szintről ezt, mint a szivárványtól megtanulni bajos. No, hát a Székely festékes színvilágában jelen van még egy zöld, meg egy fehér, a gyapjú nyersen hagyott fehér színe. Most ezt nem a játék kedvéért, hanem azért, mert ez az öt szín valóban jellemző a Székely festékesre, és nekem ezek a színek muzsikáltak mindig a festékes szőnyegeken. Adott az, hogy a Székely festékes pentaton skálájának hívjam. És hát erre az öt színre építettem tulajdonképpen az egész sorozat anyagát. Nem véletlenül, hanem szándékosan. Na most egy másik dolog az, amit mindig morfondírozgattam, hogy de jó lenne megtanulni a székely asszonyoktól, akik azt a festékest szövik, akik olyan pontosan tudták azt, hogy az ember életében milyen nagy jelentősége van a színeknek, hogy a színek emóciókat hordoznak. A színek hatni tudnak az emberre, és ez visszafelé is igaz, az érzelmeiket ki tudják fejezni ezekkel a színekkel. Így kíséreltem meg az én kékjeimmel, vöröseimmel, sárgáimmal, zöldjeimmel, fehérrel magamat. Pontosabban talán azt a szándékot, amivel hát kiáltani akartam a falu rombolás ellenébe. Ezeket az indulatokat, amik éltek bennem, kíséreltem meg kifejezni. Hát ettől ilyen hideg-rideg az a kék, mint az ő világok, amik állandó fenyegettetésbe vették őket körül, és ezért ilyen vörös az a vörös, ami bennem a küzdelemnek, a harcnak a színemet, hiszen állandó küzdelemben éltek azzal a hideg-rideg világgal, ami nyomta őket. Aztán nálam a sárga nem az irítségnek, hanem a derűnek a színe. Talán azért van kevés belőlük ezekben a képekben. A fehér pedig a megbízhatóságnak, az állandóságnak valami olyan megélése a bennem élő emóciókban, hát lerakodván a színek világából, hogy azért alkalmazom őket így ilyennek. A zöld pedig az évről évre való újjászületésnek, az élni akarásnak,
tehát az újjászületni tudásnak a színe, amit a természetben élő emberek mint csodát évről évre megélnek és nagyon természetesnek tartanak. Nos, ezért próbáltam ezekre a színekre építkezni így. Ez most a te balladád, és következik a líra? Nem tudom. Kérdezz könnyebbet.